Szervusz Pisti, köszönöm szépen, hogy csináltak veled egy interjút. Civilként, nem játékosként, hogy tetszett neked ez a sport? Hogy élted meg kívülről, most, hogy nem játszottad, bízom benne, hogy jövőben te is fogsz játszani. Hogy tetszett ez a sport? Hát nekem is tetszett, de azt volt jó látni, hogy azoknak tetszik, akik éppen játsszák. Tehát nagyon jó hangulat volt végig, azon túl, hogy mindenki felfedezte azt, hogy egészen más körülmények között kell játszani, mint a futballpályán. Tehát még a profi focistákkal mentem végig, és érdekes volt, hogy ők maguk rácsodálkoztak, hogy az a rugás, amit a futballpályán úgy gondolnak, hogy nagy, ez itt nem biztos, hogy elég nagy. És hát az rika, az meg egy külön nagyon jó hangulatú. Az folyamatosan megy. Igen. Nem csak a focistáknál, szerintem mindenhol máshol ment. Hogy tetszett a felszerelés neked, a ruha, amit az egész millióban, amit megpróbáltunk belerakni? Én nem gondoltam volna, de most így, hogy személyesen láttam, azt hiszem, hogy kifejezetten mássá teszi ezt a játékot, mint hogyha nem lett volna rajtuk a szerelés a játékosokon. Tehát, hogyha itt mindenki a saját, akár futballszerelésében, vagy szabadidő szerelésében lett volna, nincs meg az a hangulata, mint amilyen most volt. Jót tesz ez a sapka is, egy bohókás viselet ugye azoknak, akik futballhoz szoktak, de azt gondolom, egy picit átlényegül itt mindenki, és azon kívül, hogy a golfpálya is ad egy egészen különös és sajátos milliót. Ez a ruházat így együtt mindenkit nem csak felöltöztet, hanem lelkileg is egy picit ráhangol erre a játékra. Hogy gondolod, szerinted a jövőben képes ez a sport Magyarországon elterjedni, akár versenyszinten, akár csak hobbi szinten? Hát ugye jósolni nagyon nehéz, mert én is először láttam ezt a játékot, de sok mindenre jó lehet. Tehát az egyik, ami még a játékosok között is fölmerült, hogy maguk az aktív labdarúgók is egy-egy ilyen futgolf programmal kikerülhetnek ebből a napi stresszből, tehát lehet, hogy egy jó közösségkovácsoló ereje lehetne. Azt gondolom, hogy azok számára is, akik nem futballisták, tehát mindenképpen jó ilyen közösségépítő program lehet. Egy nagy előnye az, hogy nyilván azok is játszhatják, akik a golfa nem ismerkedtek meg, hiszen a golfozni, megtanulni az egy viszonylag hosszú folyamat, tehát jó pár hónap kell hozzá. Aki futballozott már akár amatőr szinten, az elkezdheti, és végigmehet a pályán, úgyhogy sikerélménye van. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára ez egy jó lehetőség volna. A mai napon láttatok alapján szeretnéd kipróbálni? Jött valami inger, hogy ezt kipróbáld? Hogy ezt a feelinget te is átérezd, ami itt a pályán zajlik, mert amatőr szinten, ha jól tudom, te is futballozol. Igen, hát én is futballoztam még régen, még ifista koromban, mindenképpen. Tehát ez egy nagyon nagy vonzerő, maga az, hogy nem kell ütközni. Tehát a futballban azért egy sajátos dolog, ezt nem lehet kikerülni, hogy ott vannak ütközések, és itt elég, hogyha azt a futballtudást alkalmazza az ember, ami egyébként is megvan, viszont nincs sérülés veszély. Másrészt pedig ez a környezet fantasztikus. Tehát aki szereti egy picit a természetet, és még focizni is szeret, a kettő egy nagyon jó mix. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm, hogy elfogadtad a interjút. Köszönöm.